Teremtés vagy evolúció? Ezzel a kérdéssel mindenki találkozik, aki egy kicsit is elgondolkozik azon, hogy honnan jöttünk és hova megyünk. És ez a két szemlélet, ez nagyon gyakran ki volt játszva egymás ellenében, voltak olyanok is, akik ezt próbálták társítani. És úgy tűnik, hogy a médiumok árasztják felénk, mint egy axiómát, hogy hát a teremtés az már elavult felfogás, mert a modern tudomány fényében egyre világosabban látszik, hogy az evolúció itt megdönt minden teremtés elméletet, holott úgy tűnik, nem hogy úgy tűnik, hanem ezt mutatják a exakt tudományos kutatások, a legújabb eredmények, akár csak itt a ember DNS térképére, géntérképére gondolunk, hogy éppen a teremtés elméletet, felfogást támasztják alá, és beszélgető partnereim is olyan szakemberek, tudósok, akik ezzel a kérdéssel behatóan foglalkoztak, és némelyikük éppen a tudományos tények alapján jutott el arra, hogy a teremtés mellé tette le a voksot szemben az evolúcióval, holott előtte abban volt. Így beszeretném mutatni a beszélgető partnereimet. Szabó Attila biológia rajszakos tanár, Jeszenszky Ferenc nyugdíjas fizikus, Vég József pszichológus. Nagyon nagy örömmel vettem azt, hogy a magyarországi szakirodalomban is egyre inkább megjelennek olyan fordítások, sőt már magyar szerzők tollából is, olyan művek, amelyek egyértelműen megkérdőjelezik az evolucionistáknak a úgymond stabil pontjait, és egyre inkább alá támasztják a művek azt, hogy a teremtés egy valóságos történés volt. És ez Magyarországon is egyre nagyobb irodalmat tudhat maga mögött most már. És Magyarországon örömmel értesültem róla, hogy megalakult az Értem csoport, akik egyek abban a gondolatban és abban a meggyőződésben ezt a világot értelmes teremtettség hozta létre, nem pedig magától jött létre. És ez több konferenciát is tartott már ez az Értem csoport. Én is részt vettem az egyiken, és ott találkoztam veletek, és akkor eldőlt bennem, hogy megszervezzük ezt a beszélgetést. Hát ha jól emlékszel, akkor ez egy eléggé rövid, mint egy kétórás konferencia volt. A célunk tényleg az volt, hogy a lehető legrövidebb időn belül élvezetesen és a leginformatikusabban elmondani, hogy miért gondoljuk mi azt, hogy az evolúció, mint hipotézis, mint tudományos feltételezés idejét múlt, és számtalan olyan tény van, amelyik ezt a hipotézist aláásni látszik egyre erősebben. Nem arról van szó, hogy mivel Istenben hiszünk, ezért keressük azokat a tényeket, ami minden áron alátámasztja, hogy a Bibliának igaza van, hanem szeretnénk, mint Értem munkacsoport, vagy értelmes tervezésű munkacsoport, hogyha a tudományban is egy fair hozzáállás alakulna ki. A tényeket vegyük előre, vegyük sorra, hogy milyen tények vannak a tudomány eszközei, miket tárunk fel, és ezeket a tényeket mérjük össze a különböző hipotézisekkel. Ugye az egyik hipotézis az, hogy evolúció útján jött létre, amit ma látunk magunk körül, a másik pedig az, hogy teremtés útján jött. Mind a kettő egy feltételezés. Mind a kettőt ütköztetni kell a valósággal, és azt szerint kell eldönteni, hogy melyik magyarázza jobban a valóságot. Na most az Értem munkacsoportnak az az egyik legfőbb célkitűzése, hogy a köztudatba bevigye azokat a tudományos tényeket, amelyek eddig kiszorultak onnan. Például a saját élményből mondom el, hogy én is ugye több iskolát végeztem, több mint 20 évet tanultam, és csak nagyon későn jöttem rá arra, hogy milyen érdekes, hogy egyetlen iskolai tankönyvben sem olvastam olyan tudományos tényt, ami az evolúció elméletét cáfolni látszik. És nem fogtam gyanút. Tehát több mint 20 évnek kell eltelni, hogy milyen érdekes, hogy van egy olyan hipotézis, aminek nincsenek olyan tényei, ami nem illeszhető bele. Aztán később szerencsére találkoztam számtalan olyannal, ami már igazi nagy fejtörést okoz ugye az evolúció hipotézisének. Hát a biokémiában például, a sima kémiában, fizikában, és szinte a természettudomány bármelyik irányába megyünk el, minél mélyebben megyünk le, annál tömegesebben látunk olyan tényeket, amelyek igazából felborítják az evolúció keretét.
első kérdés, egyáltalán élettelemből létre tud-e jönni élő? Vannak-e olyan tudományos tények, ami a biogenézis feltételezését alátámasztja, vagyis hogy élettelen anyagból élő lény jön létre, sőt, ilyen szervezettségi fokú, intelligens emberi lények töltik be a Földet. Ez vajon, tehát emögött vannak-e olyan tudományos tények, amelyek valóban igazolják, hogy van biogenézis, van szerves fejlődés? Az én válaszom az, hogy a tudományos tények alapján határozottan tudom mondani, hogy nincsen, de nyilvánvaló, hogy az evolúció oldalán álló tudós társadalom azt fogja mondani, hogy van biogenézis. Itt a fontos az a nézők számára is szerintem, hogy különbséget tudjanak tenni tények és elméletek között. A nagy zavar ott kezdődik, hogy a gimnáziumi tankönyvekben, bármely tankönyvben az elméletet úgy állítják be, mint hogy a tudományos tény lenne. Ma már a közember fejében az evolúció az nem egy kérdés, nem egy hipotézis, azt mondja, az evolúció az tény. Igen, axiomaként kezelik legtöbben. Közben igen. A tény az, hogy látok mondjuk egy kövületet, ez egy tény, vagy látok egy csontmaradványt, ez egy tény. Azt, hogy a csontmaradvány, azt mondom, hogy ez egy ősember, az egy elmélet. Azt mondom rá, hogy ez egy majom, az egy, tehát a ténynek az értelmezése az elmélet. És voltaképpen az lenne a fair, hogyha minden embernek, a tanulóknak is a tényeket mutatná be a tanítás, a pedagógia, és a tényeket csokorba szedve elmondaná, hogy milyen értelmezési lehetőségek vannak. És aztán a tanár elmondaná, hogy ebben a hipotézisben, ebben az értelmezési lehetőségben ez az erősség ezt a tényt megmagyarázza, ezzel nem tud mit kezdeni. Ebben ez az erősség ezt megmagyarázza, ezzel nem tud mit kezdeni. Ez lenne a fair tálalása a tudománynak. És voltaképpen a tudomány is akkor halad előre, hogyha a tudósok gondolkodása is fair. Nem tudom, Attila, bólogatsz, akarsz hozzá? Én is azon gondolkodom, amikor középiskolában, ugye, mint egy 20 évet tanítottam, és amikor az őskor művészetét tanítottam, akkor állandóan újra és újra elmondtam a diákoknak, hogy többféle felfogás létezik. Elmondtam ezeket a felfogásokat, hogy az ősember kialakulásával kapcsolatban hogy vannak ezek az elképzelések. Van a tudománynak egy képe, van az evolúciónak egy képe, a Bibliának egy képe, a különféle népi elgondolásoknak van egy képe, egy gondolata erről. És aztán emlékszem rá, hogy bevittem hozzájuk egy kis könyvet, André Leroy Goreinnek az Őstörténet kultuszai című kis könyvet, ez egy rendkívül híres francia régész, és azt írja ebben a könyvben, hogy az ősember életéről a régészeti leletek alapján, a legősibb leletek alapján semmit nem tudunk, a gondolkodásáról pedig még ennél is kevesebbet. Ez egy rendkívül korrekt, elismert régész felfogása. Utána vesszük mondjuk még a régi rendszerben ugye az orosz tudósoknak a könyveit az ősember kialakulásáról, 500 oldalas könyvet írtak arról, hogy gondolkodott, élt, evett, aludt, lakott, cselekedett, hajánál fogva a házas élet örömei felé, hogy húzta a feleségét. Szóval rendkívüli fantáziáról tanúskodó könyvek, és a másik francia tudós pedig azt mondja, a tények alapján semmit nem tudunk, a gondolkodásáról, hitéről még ennél is kevesebbet. És láttam, hogy úgy megdöbbentek a diákok, hogy akkor hogy is van ez? Most akkor elmélet és tény között ilyen szakadék van? És egy nagyon egyszerű, tiszta, logikus gondolkodás és látásmód kellene ahhoz, hogy úgy el tudjunk indulni arra, hogy azért a berögzött látásmódunkból egy picit zökkenjünk ki a józan gondolkodás segítségével. Nekem például nagyon sokat jelentett a termodinamika törvényének megismerése. Nem tudom, mondani erre néhány szót, hogy a fizikában vannak törvények, amelyek kétszer-kettő törvények, ellentétét még nem bizonyították be. A termodinamika két főtételéről szoktunk beszélni. Az első főtétel az közismert, az az energia megmaradás elve. A második főtétel az sokkal bonyolultabb, de tulajdonképpen az egyszerű szemlélet számára is könnyen megérthető. Ez azt mondja ki, hogy a spontán folyamatok a természetben mindig a valószínűtlen állapottól a valószínűbb felé mennek. Mi tudjuk azt, hogy mi egy valószínű dolog, mi egy valószínűtlen dolog. Egy élőlény tulajdonképpen egy nagyon valószínűtlen dolog. És a életben azt is tapasztaljuk, hogy az élőlények ebből a valószínűtlen állapotból idővel a valószínű állapotban mennek, vagyis az élőlény meghal, szétbomlik, az alkotó elemei, azok az igen bonyolult szerves vegyületek, amelyből egy élőlény áll, azok mind felbomlanak. Ez a természetes folyamat. Na most a
biogenezisben, vagy abiogenezisben, ahogy szokták nevezni, vagyis hogy az élő anyag az élettelemből alakult ki, ennek éppen a fordítottját próbálják elmagyarázni, vagy elhitetni, hogy valami módon ez a rendkívül bonyolult anyagi szerkezet, ez valami módon egyszerű elemekből, egyszerű fizikai, kémiai törvények hatása mellett felépült. Na most itt a termodinamika második főtételével szoktak kötözködni, mert ha tulajdonképpen első pillantásra néznénk a dolgot, azt kellene mondanunk, hogy a abiogenezis tanító összes biológia professzort a fizikus hallgatók termodinamika szigorlatán el kellene buktatni. Mert olyasmit állítanak, ami eleve abszurd, hogy egy hasonlatot mondjak, mert ők azt mondják, hogy energia rendelkezésre áll, az anyag rendelkezésre áll, abból összeállnak a dolgok. Hogy is van ez hasonlat, hiszen nehéz most fölvázolni azt, hogy egy élő sejt miből áll. Házat akarunk építeni. Telekre kivisszük a téglákat, ott van a nyersanyag, a tégla. Energia persze, hogy van, egész nyáron át süti a nap. Felépül a ház, nem épül fel. Miért nem? Mert nem elegendő az, hogy energia álljon rendelkezésre, hanem ennek az energiának feltétlenül egy irányítottsága is kell, hogy legyen. Nem akármilyen módon. Hogy történik meg? A nap energiája segítségével építjük fel a házat? Azt kell mondanunk, hogy igen. De hogyan következik ez be? Úgy következik be, hogy vannak a Földön növények. Vannak. Hogy lettek, nem tudjuk. Nem mondhatjuk azt, hogy csak úgy lettek, de vannak most. Ennek a növények gyümölcsöket hajtanak. Ezt a gyümölcsöt emberek megeszik. Emberek vannak? Igen, vannak. Hogy lettek? Eddig még nem tudunk róluk semmit. Azt tudjuk, hogy vannak emberek. Na, tehát megeszik a gyümölcsöt, akkor erősek lesznek, energiájuk lesz, föl tudják építeni a házat. Közbevehetjük még azt is, bonyolíthatjuk, hogy gépeket szerkesztenek, de hát ez azt hiszem a lényeg szempontjából már másodlagos. Na most akkor mi kell még a házépítéshez? Elég az, hogy ott vannak ezek az erős emberek? Bizony nem elég, kell még valami. Kell a háznak egy terve, mert ha csak az emberek oda mennek, össze-vissza rakják a téglákat, abból nem jön létre egy ház. Tulajdonképpen a termodinamika második főtételé mit mond ki? Ezt én most elmondtam. Nem matematikai formulákba, ahogy azt a fizikusok megfogalmazzák, hanem úgy, hogy mindenki számára teljesen világos és érthető legyen. Azt mondja ki, hogy bonyolult struktúrák nem csak úgy jönnek létre, hogy az elemeik valahogy összeállnak és valahogy összeragadnak. Na most, amikor az élettelemből való létrejöttét az élőnek magyarázgatják, akkor mindig fölvázolnak, hogy hát valahogy így lehetett, de mindig benne van ez a valahogyan összeálltak, összekapcsolódtak, különleges körülmények között létrejöttek. Persze, különleges körülmények között jön létre minden bonyolult szervezet. De ezeket a különleges körülmények, ezek nem spontán maguktól jönnek a természetbe. Nem tudom, hogy közbevágódok, csak egy kérdésem, mert lehet, hogy a jól értesült néző azt mondja, de én tanultam azt, hogy ha egy lombikba vizet teszünk, beleteszünk néhány alkótelemet, ami még szervetlen és megfelelő villámlás, stb. Kísérő, akkor egyszer csak előjön belőle az élet. Tehát, hogy tudományos bizonyítékunk idézőjelben is van arra, hogy valóban van biogenézis. Igen, hát ez a híres Miller-féle kísérlet, amikor valóban bizonyos szerves vegyületek létrejöttek így. De mi is volt itt? Lombikban jött létre. Borzasztó lényeges,
ugyanis ha ezt nem lombikba csináljuk, hanem nyitottan, akkor ezek a létrejövő anyagok, ha a villámlás hatására létre is jönnek, pillanatok alatt felbomlanak. Hamarabb felbomlanak, mint ahogy létrejönnek, tulajdonképpen sarkítva, így mondhatjuk. Következőt szoktam erre mondani. Eddig az embernek még nem sikerült életet előállítania, nem sikerült egy élő sejtet létrehozni. Sejt alkotó rész sem igazán. Igen. Ennek ellenére sokan vannak, akik azt állítják, hogy ez soha nem is fog sikerülni. Ezen lehet vitatkozni, minden esetre az tény, én megengedek, nagy vonalú vagyok, azt mondom, hogy képzeljük el, hogy egyszer létre tudják laboratóriumba hozni az életet. Mi kellene ehhez? Ha belegondolunk, valami nagyon bonyolult laboratórium. Egy nagyon bonyolult eljárásokkal, rengeteg szerves vegyületet, a legkülönbözőbb trükkökkel, mint ahogy a szerves kémiában szokásos, legkülönbözőbb trükkökkel ezeket összehozni valahogy, és akkor esetleg létrejöhetne egy élő sejt. És akkor lehetne elkezdeni gondolkodni arról, hogy na jó, most már tudjuk, hogy hogy jöhet létre az élet. És amikor volt az, amiről ősleves, ugye most az ősleves már nem divatos, most azt szokták mondani, hogy valami agyagos környezetben jött létre az élet. Olyat is mondanak, hogy extrém melegen, hőforrások környékében. A legújabb az, hogy inkább most már a bolygókról, a üstökösökről jönnek, mert annyira valószínűtlen az élet kialakulása. Ez megint egy olyan kérdés, hogy az üstökösökről jönnek, jó, és az üstökösökön hogy keletkeztek, úgyhogy ez bizonyos mértékig csak odébb viszi a problémát, de tulajdonképpen mindegy. Mert ha azt mondjuk, hogy laboratóriumban létrejön, na mostan, tudjuk azt, hogy egy egyszerű szerves vegyülethez is milyen technológia szükséges, hogy milyen egy gyógyszergyár. Sokan közülünk voltunk gyógyszergyárban, hát van, aki filmen látott gyógyszergyára, de tudjuk, hogy nem egyszerű dolog. Na most gondoljuk meg, hogy egy ilyen gyárba, amit esetleg sikerül előállítanunk, az csak úgy ebben az őslevesben, csak úgy létrejött, ahol nem volt egy szál lombik, amelyik például összegyűjtse, besűrítse azt a létrejövő anyagot, nem, amelyik megóvja, semmilyen nem volt. Micsoda technológiai sorrend kell ehhez. Nem lehet azt össze-vissza csinálni, hogy most ezt csinálom, az egy szigorúan bármit, ha létrehozok valami szerves vegyületet, az lépésnek lépést kell követnie. Na most mindez a természetben csak úgy, spontán, egy őslevesben. Hát ezt, ha belegondolunk, ez egy olyan hihetetlen történet. Magyarul akkor úgy néz ki, hogy az evolúció elfogadása sokkal több hit kell, mint a teremtésben való. Sokkal. Teremtés elfogadásához. Sokkal több, bocsáss meg, mert ahhoz, hogy egy intelligens lény létrehoz valamit, az sokkal könnyebb elhinni, mint hogy magától létrejön. Én ezt úgy próbáltam magamnak megfogalmazni, meg ugye a diáknak, amikor erről beszéltem, hogy hát most képzeljük el, hogy az ember azért hova jutott most a mai világra, számítógép, tévé, mobiltelefon, hihetetlen információ, CD, DVD, és nem is akarom sorolni, mert kár is. Olyan kémiai, fizikai, vegyi üzemeink vannak, hogy még felfogni is alig tudja egy egyszerű hétköznapi ember. És azt feltételezzük, hogy az anyag, ami élettelen, kőzet, molekula, atom, rendelkezett azzal a lehetőség szerinti információval, aki te vagy én, sőt, amik még lehetünk, a zene, a képzőművészet. Szóval egyszerűen én mindig arra szoktam gondolni, hogy valahol, mintha az ember elveszítette volna a józan gondolkodását, hogy ezek szerint több az az anyag, mint te, mert te még nem tudod megcsinálni azt, amit ő meg tud csinálni.
És ez a másik nagy kérdés számomra, ami szerintem etikai és erkölcsi következményekkel is jár. Amikor én elkezdtem kutatni ezt a kérdést, kb. 15 évvel, 20 évvel ezelőtt, akkor számomra ez volt a legmegrendítőbb szembesülés. Emlékszem, Salvador Luria az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében olvastam erről, amikor azt mondja, hogy el kell fogadnunk, hogy a biológia lényege az evolúció lényege pedig az, hogy se indító oka, se célja nincs. Hogy tisztán statisztikus erő határozza meg a dolgok összeállását, és ezt az örökösen változó élővilág panorámáját egy ilyen erő irányítja. És így hozzáteszi, és ez a mondat volt számomra, ami olyan megrendítő, a létnek tehát nincs oka, nincs célja, és nincs értelme. Mert hogyha egy tisztán statisztikus erő, és ezért nem beszéltünk fejlődésről, ezért tulajdonképpen az, hogy fejlődés elmélet, ez egy téves szó, mert az igazi, korrekt, evolúcionista tudós azt mondja, nincs fejlődés, csak statisztikai események vannak, és véletlenek vannak. És a véletlenekből jön össze az a rendkívül bonyolult világ, tehát nincs fejlődés, és nem is lehet, csak ez. És nagyon logikusan mondják, hogy nincs se célja, se oka, se értelme. És ennek, mint egy értelmes életet élni akaró ember számára, akkor azt kellett mondanom magam, hogy hát akkor itt valami probléma van, mert aztán láttam, hogy a 20. század nagy eszméje, hogy az egzisztencializmus, a létbe kivatett lények vagyunk, és nincs igazán célunk az életünknek, vagy el kell fogadnunk, hogy olyan reménytelen ez az egész élet, aztán a posztmodern művészet hozta a maga dolgait, és hirtelen én úgy éreztem, hogy egy elidegenedett világban vagyok, és ha a tudománynak ezt a tételét elfogadom, akkor ez pusztán több annál, mint hogy én most tudományosan gondolkodom, vagy vélt tudományossággal gondolkodom, ennek etikai következményei azt mondják, hogy az én életemnek nincs értelme. És a Biblia felől viszont másképp látom ezt. A Biblia azt mondja, hogy rendkívül értékes az élet, a teremtő értelmes, célja van az élettel, az életével az embernek, és még az életét meghaladó perspektívára is van célja. Tehát két világlátás ütközik itt, két szemléletmód frontot állít egymással szemben, és ez szerintem nagyon pontosan látnunk kell, mert így is Gyula azt mondja, hogy ha valaki nem veszi számba, hogy ki a kezdete, és mi az életének a célja, akkor nem tudja, miért él. Tehát ez a kérdés, ez nem csak pusztán egy vita kérdés, hanem emögött élet van. Emögött életfelfogás, egy világnézet tükröződik, és azt szerintem nagyon kellene tudatosítanunk, és ez is egy nagy kérdés, és mély meggyőződés, ami a mai nihilista gondolkodásmód, a mai elidegenedett, kihűlt, dekadens látásmód ide vezethető vissza, hogy tulajdonképpen az életet mi így szemléljük, hogy valahol értelmetlen. Ez a fajta, mondjuk ki nyíltan, nyugodtan, materialisztikus szemléletmód, abból indul ki, hogy a világnak vannak alkotó elemei, elemi részek, atomok, molekulák, ezek valahogy összeállnak, és ezek valami módon reagálnak egymásra, és így épül fel a világ. Ez az alulról felfelé való építkezés. A másik szemlélet viszont éppen azt mondja, hogy felülről lefelé építkezik, hogy van valami tervezett principium, egy intelligencia, amely ezt létrehozza, egy intelligencia, amely ezt meg is tudja valósítani, hogy hogyan, az már egy más kérdés. Nekem erre egy nagyon egyszerű elképzelésem van. Hát úgy hozza létre ezt az intelligencia, mint minden művész, mint egy író. Hát hogy hozza létre az író az ő regény alakjait, akik megelevednek voltak éppen, mikor a regényt olvassuk. Hát egyszerűen úgy, hogy kitalálja őket, és az a gondolat, az akkor már meg is van. Tehát ott nem kell külön valami olyat elképzelni, hogy akkor most utána még elkezd fabrikálni ez az intelligens tervező. Hát azzal, hogy ő kigondolja, megtervezi, akkor az már van. Akkor az már egy megfogható dolog. Na de visszatérve a második főtételre, amiről beszéltünk. Persze itt ezekben a felépülő elméletekben mindenütt valószínűségekkel számolnak, és elkezd, mi a valószínűsége annak, hogy ez így áll, összeáll, ez úgy összeáll.
minden ilyen számítás meghökkentő, mert olyan eredményekre jutunk, hogy hát bizonyos feltételezések alapján annak a valószínűsége, hogy ez a világ létrejöjjön, az egy per és annyi nullával van törve, ugye milliónál ott van 6-0, a milliárdnál 9-0, hogy mondjuk egy könyvet megtöltenének ezek a nullák, hogy 1 per 1 0 0 0 0 0 és egy könyvnyi nulla, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy semmi. De még ez is túlzás, hiszen egyszerűen arról van szó, hogy itt olyan folyamatokat tételeznek fel, amelyek egyszerűen a természet törvények szerint nem mehetnek végbe. Bizonyos dolgok csak bizonyos speciális körülmények között mennek végbe. Erről szól az egész kémia és az egész kémiai technológia. Bizonyos vegyületek csak nagyon speciális körülmények között jönnek létre, spontán a természetben nem jönnek létre. Tehát az egésznek egy fizikus szemével nézve már a kiinduló pontja az egész evolúciós folyamatnak, ezért elfogadhatatlan. A fizikus szemével nézve éppen azért, mert azt mondjuk, hogy bonyolultból indulunk ki, a világ úgy képzelhető el, hogy van egy nulla időpont. Ebben az időpontban a világ bonyolultsága, fejlettsége a legnagyobb. Probléma, konferenciák foglalkoznak vele, a biodiverzitás. A biodiverzitás alatt az élet gazdagságát értjük tulajdonképpen, és siránkozunk azon, hogy a fajok pusztulnak. Eltűnt rengeteg a leletek szerint is, hiszen a kövületekben számos olyan fajjal találkozunk, amelyek már eltűntek, lásd, dinoszauruszoktól kezdve. Tehát itt állandó egy lebomlást láttunk. Ez, amit valójában láttunk. És ha még fel is tételezzük, hogy az egysejtű létrejött, akkor még mindig milliónyi problémánk lesz, mert az egysejtűtől el kell jutnunk ez már a következő az emberig. Fejezet. Tehát, hogy, és aztán csak ilyen adalékot mondom, nem tudom, hogy melyik tankönyvben találkozunk vele, talán egyikben sem, hogy van egysejtű élőlény, meg van 6 sejtű, és annál bonyolultabb, de nincsen 2 sejtű, 3 sejtű, 4 sejtű, 5 sejtű. Hogy lehet ez? Tehát, hogyha az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé megyünk, mondjuk józan gondolkodással azt várnám, hogy 1 sejtű van, akkor lesz 2 sejtű, meg lesz 4 sejtű és 8 sejtű, vagy ahogy osztodnak a sejtek. Az a baj, hogy a tényeket elhallgatják, tehát hogy ez sincs benne, hogy elgondolkodhatná az embert, hogy itt valami megtörik. Aztán mehetünk tovább, hogy még az 1 sejten belül maradva létrejön a mitokondrium, mint sejtalkotó, de ez csak akkor tudja ellátni a feladatot, hogyha a másik sejtalkotó ugyanúgy vele egy időben ott van jelen. Önmagában egyik sejtalkotó sem tudja a sejtet üzemeltetni. Egy komplex rendszernek kell egyszerre létrejönnie ahhoz, hogy a sejt működjön. Tehát tegyük föl, hogy türelmesen várakozunk évmilliókon, évmilliárdokon keresztül, hogy véletlenül egy mitokondrium megjelenjen. Most nem tudom, mutáció vagy szelekció, ezt majd később még foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és két nagyon erős érv, hogy hát mindenki tanulta, hogy a mutáció és a szelekció viszi előre az evolúciót. Most az öröklődő genetikai változás, ugye a mutáció. Igen, és a szelekció, hogy az életképes van az életben, és az viszi tovább az örököti anyagot. Most egy kicsit hagyjuk ezt félre, tegyük fel, hogy a mutáció és szelekció útján valóban a mitokondrium kialakul, de ugyanabban a sejt élet időtartamban, ami egy nagyon rövid idő az évmilliárdokhoz képest, ki kell alakulni egy olyan sejtalkotónak is, ami pontosan passzol ez a mitokondriumhoz, és egy harmadiknak, negyediknek, hogy a sejt, a komplex rendszer maga működőképes legyen. Ha csak egy kicsi kis alkotórész hiányzik, abban a pillanatban a sejt működésképtelen. Tehát hiába volt az evolúciós erőfeszítése az anyagnak arra, hogy valami életképes sejtalkotó megjelenjen. Ha nincs mellette a többi kiegészítő, akkor működésképtelen az egész sejt, úgy, az egész organizmus. Szoktak arról beszélni, hogy a világ egy nagy bummal kezdődött, hogy egyetlen foton óriási energiával. Hát ez termodinamikailag képtelenség, erről már sokat most beszéltünk. Valahogy az fogadható el sokkal inkább, hogy a világ egy nagy legyennel indult, egy kész
bonyolult teljes világként, tehát nem lassan épült fel, hanem legyen és volt. Nagy boom helyett a nagy legyenről, latinul a nagy fiatról kellene sokkal inkább beszélnünk. Ez ami fizikailag a meggyőzőbb. Ma már tudjuk, hogy az informatika alapvetően információ nem képző, nem keletkezik. Tehát, hogy az, hiába van ott a tégla, hiába van ott a malter alkotó része, hiába van ott a tervrajz maga, az információ nélkül nem áll össze, az információt meg kell. És itt az egész fejlődéstan arról szól, hogy egyre bonyolultabb információ képződik, és az beépül az adott szintű anyag megjelenési formába. Olyan szintű ez az információ, emlékszem, főiskolán tanultam épp embertant, épp ontogenezist, az ember kialakulását, és a tanárunk, egy rendkívül nagy tudású tanár, Nagy István, korrekt, objektív tudományossága lerajzolta az egész emberi lény kialakulását, az egysejtől kezdve, amíg a szervek úgy kirajzolódtak, és órákon keresztül beszélt róla. És talán az egyik nagy hármas órának volt a témája, hogy hogyan történik ez, mi indítja, mi vezérli le ezt a folyamatot. Egy ilyen lehúzhatós tábla volt, jó nagy főiskolai lehúzhatós tábla volt Egerben, teleírta a két táblát, azt mondja, ez volt az első elmélet, utána letörölte az egészet. Teleírta megint az egész táblát, ez volt a második elmélet. Tehát lehúzta, letörölte azt is, harmadikat. Ez volt a harmadik elmélet. De ha tudni akarják, hogy mit tudunk erről, akkor azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy működik. Tehát most csak, hagyj mondjam ki ezt is, ha ennyire nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, hogy mi vezérli le, mi futtatja le azt a génregulációt, hogy melyik gén mikor lépjen aktivitásba, hogy azt a szervet, ami össejtekből bármi kialakulhat, agy, vese, idegrendszer, teljesen mindegy, ahova kerül egy össejt, azzá lesz. És ez egyszerűen a mai napig felfoghatatlan. François Jacobon, Nobel-díjas genetikus írt egy könyvet a Lehetséges és tényleges valóság címmel, és ebben azt írja, hogy halvány fogalmunk sincs arról, hogy hogyan működik, egész életében ezzel foglalkozott, megjegyzem, hogy benne van a kis sejtjeink tömegében a nyelvtan, a mondattan, az egész geometria, az egész zene, az, hogy a számomra ez a legelképesztőbb történet, amelyet ezen a bolygón el lehet mondani, sokkal elképesztőbb, mint bármiféle regény vagy science fiction. Most, ha ez ennyire egy Nobel-díjas genetikusnak, ennyire halvány fogalma sincs róla, most képzeljük el, hogy mi ezt a nem tudom információt, elkezdem nem tudom információkba összekapcsolni, mert ugye most egy lény kifejlődéséről beszéltem, és nehogy azt mondjuk, hogy egy halnak vagy egy rovarnak a kialakulása könnyebb téma, ugyanilyen nehéz, ha ezt sem tudjuk, a nem tudomokat összekapcsolom, erre mondja Molnár István az Evolúció frontvonalai című kötetben, amikor egy óriási nagy tanulmányt, egy 150 oldalas tanulmányt ír az egyetfejlődésről, így fejezi ki a végén, amikor 20-30 kérdés köteget felvázol, hogy az egyén kialakulása, amiről az eredmény nem tudjuk, megismétli, amit François Jacob mond, utána beszél a törzsfejlődésről, aminek 5-6 fél elmélete van, egyik szerint csak 26 törzsfa, másik szerint 86, egyik tudós szerint, tetszés szerint lehet választani. Tehát a nem tudomokból összerakok egy újabb nem tudom fát, és akkor azt mondom, hogy ezek itt alakultak be, tehát mondjuk az ember embriója megismétli embrionális fázisában a halak, kétéltőek, hüllők, madarak embrionális fázisát. Ugye nem tudomokból, nem tudomokból, újabb nem tudomokat csinálok, és a végén pedig azt mondja a könyv fejezetének a végén, így idézem szó szerint, mert ezt a mondatot megjegyeztem, hogy enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Lefordítom. Az jó lesz. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok. És a probléma itt van, hogy ezt mondja ki a egyetemi szintű Vida Gábor szerkesztette evolúció kötet, egyetemi szinten, ilyen nyelvezettel, ahogy elmondtam, hogy bocsánat, nehogy a egyszerű földi halandó elolvassa, és értse, mert ugye idegen szavak szóteret kell állandóan használnia. Most kezembe veszem a negyedikes biológia könyvet, gimnazista biológia könyvet, és a nem tudomok eredménye után, amiről azt mondja, hogy szinte semmit nem tudunk, nem, hogy még összekapcsoljuk a kettőt, hogy az egyetfejlődés és a törzsfejlődés összefügg egymással, teljes nyugalommal leírja ugye ezt a bizonyos biogenetikai alaptörvényt a állításként a szerző. Az állatok embrionális fejlődésük során megislétik őseik embrionális fejlődésének legfontosabb szakaszait.
Tehát az, amit kimond, hogy nem tudom, teljes nyugalommal, bizonyossággal azt mondja a tankönyv, így van. Tehát itt a csúsztatás. Szóval és az egészhez hozzátéve, ugye különböző újságokban megjelennek azt, hogy hát a kreacionizmus az tudatlanságból fakad. Nem, tudomány nem is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. És akkor felteszem a kérdést. Itt most már egy ideje beszélgetünk ezekről a dolgokról. Ezek a kérdések nem kérdések, ezek nem reális kérdések, amelyeket itt felvetettünk. Erre vagy tudnának válaszolni, nem tudnak válaszolni. De hát akik ezekre a kérdésekre nem tudnak válaszolni, milyen alapon rekesztik kívül a tudomány területén azokat, akik ezeket a kérdéseket felteszik. Úgyhogy itt valami abszurd helyzet alakul ki, hogy ezelőtt 150 évvel kialakult egy gondolatkör, egy paradigma, amely teljes mértékben ráterpeszkedett a tudományra, és azt mondja, hogy aki nem ezt vallja, az annak semmi köze a tudományhoz. Most még éppen a stúdióba jöttünk ketten, egy autóval éppen erről beszéltünk, hogy milyen érdekes a történelem, hogy ugye Galilei idejében mondjuk éppen ugye a középkori egyház volt az, amelyik nem engedett utat annak, hogy a tudományos felfedezések alapján feltáruló új világkép behatoljon és kinyissa az emberek látásmódját, illetve gondolkodását. Most meg valami ennek az ellentéte zajlódik le, hogy megint csak új tudományos feltárások látnak napvilágot, új tények, és a most már tudománynak nevezett középkori megközelítés kizárja az új tényeket, mert hiszen az megrengetni alapjaiban azt a nézetrendszert, amelyik már felépült, és intézményei vannak, tudósai vannak. Tehát itt valóban, amit mondasz, hogy igenis személyi, egzisztenciális, és nem tudom még milyen messzire ható következményei lehetnek annak, hogyha olyan tényeket engedünk be a bástyákon belül, amik magad az alapot fogják szétvetni. Itt van különben szerintem az a nagy téma, hogy ennek politikai, ideológiai, etológiai, művészeti és minden területre kiterjedő gazdasági, filozófiai, etikai, erkölcsi gyökerei vannak. Azért lett olyan híres ez az elmélet, nem mintha nagyon új lett volna, megjegyzem, több ezer éve az elmélet állandóan forog az ember agya körül és mindig újra és újra előveszi ezt a kérdést. Ott abban a korban, a felvilágosodás korában az ember így akarta, ezt nyugodtan ki is mondhatjuk, az Istent helyettesíteni akarta, a Teremtőt helyettesíteni akarta, és egy hézagmentes világmagyarázattal szerette volna pótolni, hogy a Föld hogy jött létre, a világ hogy jött létre, az élet és az ember, és ő magának akart törvényt szabni. Ezt nagyon fontos látni szerintem, mert itt az etikai következmény, és ami nagyon érdekes, hogy körülbelül pont a 60-as, 70-es évekre, mármint 1960-70-es évekre jutott el oda a tudomány, hogy amikor vizsgálta a tényeket, vizsgálta az összefüggéseket, a betekintettünk a sejtbe, ugye, hogy mondja Michael Behe a Darwin fekete doboza című könyvében, hogy a sejt Darwinnak fekete doboz volt. De most betekinthetünk, és láthatjuk, hogy mi van a sejtben. Ez a rendkívül összetett, tovább nem egyszerűsíthető rendszer sokaság egyszerűen kérdéseket vet fel, és elindította sok-sok gondolkodó tudós fejében azt a folyamatot, hogy valami itt nincs rendben. Valami nem egészen úgy van, ahogy tanultuk. Tények százai és ezrei kerültek felszínre, és ezért mi vágynánk arra, hogy tényleg pusztán a emberi jog, a gondolkodáshoz való jog alapján, hogy kerüljenek ezek a tények a fizika tankönyvekbe, a biológia tankönyvekbe, a művészettörténet tankönyvekbe. Emlékszem, micsoda küzdelmet vívtam, mert én is készítettem egy művészettörténet tankönyvet, sok iskolában használják, és emlékszem, hogy küzdöttem a lektorommal, amikor az őskorról írtam azt, hogy nem tudjuk. Azt, amit következtetünk, csak a ma élő, primitív szinten élő emberek szokásvilágából következtetünk, de hozzá kell tenni, ha korrektek vagyunk, nem tudjuk. Hogy mit kellett vitatkozni, hogy nem írtam le azt a korbeosztást, mert számos könyvben olvastam, hogy ez csak egy fantázia, ez egy kép, amit akarunk. Tehát így függ össze ez ennyi mindennel, és aztán még azért még tovább mehetnénk, ami egy külön nagy beszélgetésünk témája is lehetne, hogy ez a szemléletmód a létért való harc, a
faj fenntartásért való küzdelem, ha átvisszük emberi szintre, akkor ez az erősebb erősítése, a gyenge gyengítése, a háború jogosságának a kérdése, vagy épp az eugenika kérdését, amit Hitler feszegetett, vagy akár Malthus féle gondolat, hogy minek élnek az öregek meg a betegek. Hát a természet rég kiiktatta volna őket a szelekció következtében. Nézzük meg a mai világban, hogy viszonyulunk a rokkantakhoz, a testi szellemi fogyatékosokhoz. Ezek nem kis kérdések. Emögött egy gondolatrendszer áll, és emiatt valahol az önzés filozófiája is belekapcsolódik, másrészt pedig a szexualitás kérdése. Nézzük meg, mit tett az ember a szexualitásával. Vagy ha éhes vagyok, eszem, ha szomjas vagyok, iszom, ha szexuális vágyom van, kielégítem. Mi lett ebből a századunkban, illetve a múlt században? Nézzük meg az eredményét. Minden második megfogant terhesség abortusszal végződik, szinte már itt tartunk. Az élet nem érték. A házasság, a család értéke veszendőben, hát látjuk, az emberek már nem bíznak. Magyarországon már ott tartunk, hogy a gyermekek 30%-a házasságon kívül születik. Most egy pszichológusnak nem jobban el tudná mondani azt, hogy milyen rossz az, hogyha egy gyerek családon kívül csak az anyjával együtt élve nő fel. Hát az ember normális fejlődéséhez az tartozik, hogy van anyja és van apja. Szóval ilyen messze menő következmények lehetnek, bár tudom, hogy ez most úgy tűnik, hogy valami távol, nagyot ugrottunk, de azért mélyen, ha belegondolunk, ide is elfuthatunk, és ide ilyen következmények is vannak, de hát természetesen térjünk vissza a biológia és a fizika, meg az informatika világába. Talán azt levonhatjuk belőle azt a következtetést, hogy a probléma fontosságát lássuk. Az, hogy a élet hogy alakult ki, és az élőlény, élet egyes formái hogy alakultak ki. Ez az egész evolúciós kép, ez nem biokémiai vagy biológiai szakkérdés, ugyanis az ebből levont gondolati módszer, az tulajdonképpen egy vallássá vált, amely az élet minden területére kiterjed. Itt mondtad azt, hogy ember, ősember, stb. Hát ez is egy kérdéses dolog, hogy így van-e, hogy valóban a kultúrember őse az ilyen barlang lakó volt-e, vagy fordítva történt, amint ezt is így is fel lehet tekinteni a dolgot, hogy volt egy ember, amelyik eleve kultúrember volt, és itt voltak kivándorló rajok, elkerültek nagyon rossz természeti körülmények közé, ahol egy nagyon egyszerű életet folytattak, hiszen amit ősembernek neveznek, azok most is élnek olyan körülmények között, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy amikor előveszik, hogy az óceániaiaknál ezek a szokások, hogy a mi őseink valóban ilyen életedmódot folytattak. Én ezt most nem állítom, nem akarok ennek a részleteibe belemenni, csak egyszerűen az evolúciós gondolkodás nem is tudja másképp látni ezt a kérdést. Emlékszem, egy amerikai biológustól olvastam, Frank Lewis Marshtól, még egy régi könyvében írja azt, hogy tulajdonképpen a mai ősemberről vagy előemberről szóló leleteket egy mai New Yorki metroállomásról össze tudná szedni azokat a koponyatípusokat, amiket produkálnak, mert annyiféle fajta az ember, olyan sokféle fajta. És az életforma tulajdonképpen. Nézzük csak ezt a várost, amelyben élünk, Budapestet. Hát itt élnek emberek a legnagyobb jólétben, több száz négyzetméteres villágban, és ugyanakkor vannak, akik kapu bejáróknál hajléktalannak húzzák meg magukat. Az evolucionista szemlélet azt mondja ki, hogy a milliárdos az tulajdonképpen fejlődés útján a hajléktalamból jutott el oda, ahol most van. Igaz ez? Nem igaz. De a szemlélet körülbelül ugyanez, hogy nézzük meg, hogy melyik emberén legprimitívebben, szükségképpen az az életforma a legősibb. Én akkor ijedtem meg, amikor Kosztolányi Dezsőtől olvastam, el is tettem ezt a cikket, a pontos címére már nem emlékszem, de megvan, hogy emlékszem, egyszer ült
ott Budapesten egy kényelmes helyzetben, és látta azokat a sorban álló, kiregető és fejadagért sorban álló embereket, és úgy összeszorult a szíve, és úgy érezte, hogy úgy valami nincs rendben. Aztán nem hirtelen megváltoztattam a gondolkodásomat, ők tulajdonképpen győztesek a légtengerén, mert a sok küzdelem és harc után ők ide jutottak el, és az az irgalomérzés, ami először fejébredt benne, átváltott egy okoskodó emberi gondolattá, hogy hát igen, az erősek azok tanuljanak meg küzdeni, nekik a küzdelmet végig kell csinálni, és harcolják meg a harcot. Hát nem tudom, olyan furcsa érzésem támad, hogy jaj, nem milyen tudom, következő. Nem tudom, hogy javasolhatom, picit kanyarodjunk vissza a tények világába, mert lehet, hogy most elkanyarodtunk afelé, hogy milyen következménye vannak annak, hogy az evolúciós gondolatvilágot követjük, ami teljesen valós és súlyos, és meggondolandó. Azért erre is gondolni kell. Csak ebben a szűkös időkeretben talán foglalkozunk most, hogy milyen tényekkel lehet előállni, hogy milyen olyan közérthető tények vannak, amelyeket megoszthatnánk a nézőkkel abban az ügyben, hogy mégis az evolúció nem tud velem mit kezdeni. Tehát először is akkor kezdjük ott, hogy talán javasolhatom, hogy a biológiára átmegyünk, hogy amit már említettünk, hogy szelekció-mutáció kérdésköre, ezt minden diák tudja, hogy legalapfokú iskola után is, hogy hát úgy jöttünk létre, hogy az életerősebb az fennmaradt, az kiszelektálódott, vagy beszelektálódott, ugye az élet tovább vihette az örökölt anyagot, ő szaporodhatott, illetve hát úgy jöttek létre az új fajok, hogy mutációk keletkeztek, tehát valamilyen hiba a génállományban, és ez előnyösnek bizonyult a létfenntartásban folytatott küzdelemben, és így tovább ment. Tehát ez egy nagyon szimpatikus és jól átgondolt feltételezés. Tehát most megint nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy itt most nem tényekről beszélünk, a mutáció az egy elmélet. A mutációra és a szelekcióra alapozott folyamat az egy elmélet, hogy így megyünk előre. Ha jól emlékszem, a nyírfa lepkék színkülönbsége, a klasszikus példa tankönyvben. Mikor én 14 éves voltam, ugye tanultuk a biológiában mindezt, tanáromat megkérdeztem, de tanár úr, hogy van az? Én nem tudom elképzelni azt, hogy egy hüllő hogy alakult át emlőssé, hogy generációkon át milyen köztes formák voltak ott, hogy a hüllőből emlős lett. Itt olyan alapvető különbség van a kettő között. Kis lépésekből, és milyen köztes lények és egyebek lehettek. Azóta se kaptam egyetlen evolúcióbiológustól erre olyan választ, hogy én vizuális típus vagyok. Én szeretném látni úgy igazán sorba. Egy hüllő miért akar madárra alakulni, mert az bocsánat. Már nem akarhat. Nem akarhat, mert ennek spontán kell létrejönnie. Az már egy külön kérdés, de egyáltalán hogy képzelhető ez a sor, hogy ilyen mértékű átalakulások menjenek végbe. Hát ugye erre szokták mondani a viccet, amikor a béka királyfivával alakul át, vagy ugye ezt a megcsókolja őt a királylány, és akkor egy pillanat alatt átalakul a béka királyfivá, hát ez egy gyerekmese. Evolúciósan se azt mondják, hanem milliók kellettek hozzá. Hogyha millió év alatt következik be ugyanez, hát az tudomány. Mind a mai napig a fosszíliák, vagy az ősmaradványok között egyetlen olyat sem találtunk, több billióval, nem tudom, szám, nem is lehet megszámolni, ami egy köztes átmeneti forma lenne, mondjuk egy hüllő és egy madár között. Tehát látnánk azt, hogy igen, elindult az evolúciós fejlődés, és íme itt látunk olyan köztes formát. Darwin azt mondta ugye erre, hogy amikor föltették ugyanezt a kérdést, hogy hol vannak a köztes igen. formák, azt mondta, hogy hát azokat még nem találtuk meg. Igen. De hát azóta eltelt jó sok idő, és még úgy tűnik, hogy most sem, bár egy-kettőt nagyon mutogatnak, hogy íme itt a köztes állapot. Én éppen ez nem olyan klasszikus, még a tankönyvekben nem vonult be, a televízióban láttam egy filmet a Galapagos szigeteken, egy brit biológus ölelgetett ott egy kormoránt, egy röpképtelen kormoránt, egy nagyon szép kövér kormoránt, és mutatták ott víz alatti kamerákkal, hogy a kövek között hogy fogdossa a halakat, és utána kérni, hogy ő nem tud még röpülni. De hát íme itt a nyilvánvaló eklatáns bizonyítéka az evolúciónak, mert majd sok tízezer év múlva, vagy millió év múlva majd röpülni fog. Csak józan paraszt észre, miért röpülne, mikor nagyon jól megvan, kövér, jól táplált, szaporodik, jól érzi magát,
mi alapján jutna el oda, vagy hogy röpülne? Ő olyan, ez a faj olyan. Tehát megint azt hiszem, hogy oda kell visszatérnünk, amiről már többször megpengettük, hogy a józan ész ki van zárva, és úgy tűnik, hogy a evolucionizmus az egy érinthetetlen tudomány köntösében mutatkozik, és ugyanakkor a teremtés elmélet pedig egy középkori rég elavult elmélet. És nagyon örültem, amikor ezt Józsi megemlítetted, hogy a helyzet az eltolódott a középkor óta, hogy akkor az egyház fogta vissza a tudományok fejlődését, és most pedig az úgynevezett tudomány, vagy tudomány színében tündöklő evolucionizmus visszafogja a józan ész, a tényeket egyszerűen visszafogja, tehát kvázi elnyomó vallásá vált a tények ellenében, vagy a tények negligálásával. És azt hiszem, talán a következő adásnak a témája lenne, hogy konkrétan belemegyünk a evolúció gyenge pontjainak a kitárgyalásába. Úgyhogy én nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést, a magam részéről nagyon élveztem, én is sok újat tudtam meg, és azt hiszem, hogy talán elindítottunk a nézőkben is valamiféle gondolkodást, hogy legyenek nagykorúak. Sokan mondják ugye, hogy hát nagykorúaknak tekintjük a nézőket, de mi is erre biztatjuk, hogy tényleg legyenek azok, és nézzenek utána, hogy mit gondoltak eddig, és a józan paraszti logika alapján járjanak el. De a következő adás alkalmával akkor rá fogunk térni konkrét bizonyítékokra a teremtés mellett az evolúció ellenében. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszöntöm a kedves nézőket! Újra ugyanazzal a három kollégával, barátommal beszélgetünk teremtés vagy evolúció témakörben. Köszöntöm Szabó Attila, biológia rajszakos tanárt, Jeszenszky Ferenc fizikust és Vég József pszichológust. Az előző adásban bele-bele kaptunk sok konkrét témába is, de alapvetően beszéltünk a evolúció és teremtés elmélet, illetve a teremtés felfogás összeegyezthetetlenségéről, ennek erkölcsi vonatkozásairól, a tudomány milyen területein találunk konkrétumokat, amelyek teljesen aláássák a evolúciós elméletet. Idén februárban lehetőségem nyílott Texasban meglátogatni a Teremtés Bizonyítékai elnevezésű múzeumot, ahol egy professzor összegyűjtötte azokat a leleteket, amelyek aláaknázzák az evolúciós elméletet, és amikor ott nagy meglepetésemre mutatott egy olyan dinoszaurusz megkövült lábnyomot, amelynek a közepén elhelyezkedett egy emberi lábnyom, én ezt ámulattal szemléltem, és akkor mondtam neki, hogy hát professzor úr, ez az egyetlen egy lelet önmagában felborítja az egész evolucionista elméletet. Azt mondja, úgy van, és még van rengeteg ezen kívül. Talán akkor folytathatjuk ott, ahol a múlt alkalommal abba hagytuk, és a biológia területére eveztünk. Csak emlékeztető, hogy felmerült a pettyes nyírfalepke esete is, ugye, mint minden tankönyvi példában, ott mint egy példája annak, hogy hogyan
mutatkozik meg az evolúció, a fejlődés abban, hogy az eredetileg világos színű szárnyú lepkékből ugye az ipari szennyeződés hatására megváltozott a kérge, a fa kérgének a színe, és ezért aztán a lepkék is sötétebb szín árnyalatot vettek fel. Nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy egy új faj jött volna létre, hanem eredetileg is megvoltak a sötétebb és a világosabb színárnyalatok ebben a fajban, vagy ebben a csoportban. A génállományában, és azok maradtak most életben, amelyek jobban tudtak rejtőzködni a saját ellenségeik elől, mert sötét volt a szín. De ez nem azt jelenti, hogy új faj jött volna létre, vagy eddig nem lettek volna, vagy korábban nem lett volna sötét árnyalatú lepke. De vannak ennél sokkal bonyolultabb megjelenési formája is az életnek, sőt olyan viselkedés, láncolatok, amelyek igazi nagy fejtőst okozhatnak az evolúció elméletének, hogyan magyarázható meg. Csak egy példát említek, egy egyszerűt, aztán átadom a szót Attilának, mert talán ő ennek a szakembere. Tételezzük föl, hogy egy addig nem kétivarú élőlénynél megjelenik a hím egyed valahol egyszer csak mutáns formájában. Ennek a hím egyednek is szaporodnia kell, és tételezzük föl, mondjuk 40 évet él a Földön, utána elpusztul. Ebben a 40 évben, ugyanazon a földrajzi ponton, ugyanabban az időben meg kell jelenjen egy olyan nőstény egyednek, ami pontosan illeszkedik ehhez a hímhez. Nem csak, hogy illeszkednek biológiailag, hanem az a viselkedés minta, az a viselkedés forma is megvan mind a kettőnek az agyában, vagy az idegrendszerében, hogy aztán tovább örökíthessék azt a génállományt, ami aztán a kétivarúságot tovább viszi. Soha senki az iskolai éveim alatt ezt a kérdést nekem nem mondta, hogy József, gondolkozz el azon, hogy mi annak a valószínűség, hogy véletlenül egy hím, és ugyanaz idő, hogy véletlenül egy másik nőstény, és ketten tudják, hogy mit kell csinálni. Általában a nemi szokások, szervek rendkívül szűk befogadó képességen belül működnek, különben nem lenne szaporodó képes utód, következésképp kihal az az egyed vagy faj, és nincs semmiféle nyoma a génállományban. Szerintem azért még itt egy fontos fogalmat kell tisztáznunk, hogy nagy vita van erről is, hogy tulajdonképpen ki mit ért evolúció alatt, vagy a kreacionisták, ugye a teremtés történetben hívők mit gondolnak. Szóval azt teljesen tisztán látnunk kell, hogy a teremtés hívők mindenféle genetikai törvényben hisznek és elfogadják, vagyis létezik mutáció, léteznek a génállományban különféle változások, és ezeknek adott esetben épp öröklődési megjelenési formái is vannak. Ezzel nincs semmi probléma. A probléma ott van, hogy a faj pontosabban azt a időnként nemzetségbeli határokat nem lépi át. Tehát durván egy kutyában nem lesz macska, és egy galambol papagáj, most csak durva hasonlat kedvéért, hanem marad a saját határain belül. De Darwinnek ezek azok a bizonyos pintjei, ami olyan sokszor szóba kerülnek, azok a ebben a felfogásmódban nem külön fajok voltak, hanem mind pinty volt, csak ilyen csőrrel, olyan szokással, olyan táplálkozással, ilyen színnel, de az mind maga a fajhatáron belül van ebben a szemléletmódban. Ugyanígy a kutyáknál, a lovaknál, a lepkéknél, illetve mondjuk az embernél. Van a már tudomány által is feszegetett úgynevezett Ádám hipotézis és Éva hipotézis, ami egy nagyon érdekes elmélet, hogy gyakorlatilag sok-sok vizsgálat alapján visszavezették az embert egy közös őshöz, ugye hát ezt elnevezték Éva hipotézisnek vagy Ádám hipotézisnek. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezek szerint van egy közös ősünk, és van mínusz 50 fokos hőmérsékleten élő ember és plusz 50 fokos hőmérsékleten, és a legváltozatosabb méret, nagyság, alak, szín, génállomány, stb., bár mindegyik ember a másik emberrel képes szaporodni. Magyarul egy faj, az ember egy faj. Ugyanígy figyelhetjük meg a lónál is, a kutyánál is, hogy rendkívüli változatossággal teremtette ebben a felfogásban a teremtő az élőlényeket, és ez az ő végtelen nagy panorámáját, gazdagságát bizonyítja, hogy ő képes így alkotni, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy még mi lehetünk. Amikor a versenysportolók mentek Mexikóba sportolni, hát hátrányban voltak az ott élő emberekhez képest, mert nem szokták meg, de amikor elmentek aklimatizálódni, tudtak aklimatizálódni egy fokig. Most az Ádám-Éva hipotézis szerint ennek az őspárnak tulajdonképpen ez minden genetikai variáció benne volt a
genetikai állományába, amely aztán később kibontakozott a leszármazottainkban? Hát kellett, mert valahol visszavezettek azok a bizonyos vizsgálatok, hogy valami ősi ponthoz jutottunk. Mert hát az eltérések nagyok, hát végül is óriási. Minnyáján különbözünk. Igen. Akár csak mi, akik tulajdonképp azért egy hasonló populációból származunk, ugyanahoz a néphez tartozunk, és nálunk is magasságban, arcvonásokban azért jelentős különbségek vannak. Ha nem így lenne, meg se ismernénk az egyedeket. Igen, tulajdonképpen akkor most itt arról beszéltünk, vagy afelé mozdul el a beszélgetés, hogy a evolúcionista elmélet egyik alapköve az, hogy a fajok fokozatosan ugye fejlődnek egymásból, és ennek nem látni a bizonyítékait. Na most, amikor a dinoszaurusz példával indítottam, az csak egy plusz érdekesség, hogy a ember lábnyoma benne volt a dinoszaurusz lábnyomában. Magyarul kortársai voltak az embereknek a dinoszauruszok. Ugye azt feltételezik az evolúcionisták, hogy rengeteg átmeneti formának kell lenni, mivel a fajok egymásból alakulnak ki fokozatos fejlődés útján, rengeteg átmeneti formának kell létezni. Tehát azért pontosítanék egy kicsikét, hogy igen. Nem azt feltételezik, hogy rengeteg átmeneti formának kell lenni, hanem az elméletből adódik, hogyha az elmélet igaz, tehát valóban ilyen mutációk sorozatának az eredménye az, hogy egy kevésbé fejlett fajból egy fejlettebb faj felé mozdulunk el, akkor hogyha ez az elmélet igaz, akkor a tények szintjén meg kell jelennie számos átmeneti formának a fosszíliákban, tehát az ősmaradványok között. És épp itt van az ellentmondás, hogy a tények szintjén, amikor keressük a konkrét tárgyakat, hol vannak azok a fosszíliák, azok a maradványok, amelyek ezt mutatják, hogy itt látunk, itt még egy nem kifejlett madár mondjuk, tehát hogy átmenet a madár és a hüllő között. Ilyen, ebből többnek kéne lennie, igen, hiszen életképtelenek, mint sem a már kifejletből, de egyetlen egyet sem találtak. Múltkor nem beszéltünk róla, csak egy gondot érjük, hogy legyen kicsit így pergősebb a dolog, hogy de ha még igaz is lenne, ez mondjuk nem a tények, csak gondoljunk azon megint a józan észre, ahogy azt bátorodjuk a múlt alkalommal, és hogy gondoljunk végig mindent. Tegyük föl, hogy tényleg a lábból fokozatosan szárny felé mozdulunk el. Csak van egy bökkenő. A szárny csak akkor fog működni, amikor már teljesen kifejlett. Akkor jelent majd előnyt, amikor már tud vele repülni, amikor fölrepülés vadászatban, nem tudom, menekülésben. És mindaddig, amíg nem jelenik meg ez a teljesen kifejlett szárny, csak mondjuk egy tollas, csökevényes láb, addig ennek az egyednek nagyobb az esélye a pusztulásra, hiszen kevésbé tud menekülni az ellenség elől. És még hol vagyunk attól, hogy a csontok légzsákokkal könnyítettek, és azok a rendkívül bonyolult szárnyaláshoz szükséges izom átszövődések a szárnyban, plusz az egész magatartás mechanizmus. Ha már a madaraknál vagyunk, hagyj bátorítsam a kedves nézőket arra, hogy én gyerekek között vagyok sokszor, és a gyerekeknek nem lehet, nem tudom, milyen szakkifejezésekkel élni. Van a Bibliában egy mondat, amit igen-igen szeretek, Jób könyve 12. fejezetében, így hangzik, hogy egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megmondják néked. Beszélj az ég madaraival, majd elmondják néked. Vagy a tenger halaival, vagy beszélj a földdel. Mindezek kijelentik számodra, mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt. Vagyis, hogyha megnézzük, egyszerűen csak szemléljük a természetnek azt a csodáját, hogy pont egy hal úgy képes horgászni, hogy egy függeléket, azt nem mondhatom, hogy kifejlesztett evolucionista vagyok, de ott van, plusz még fluoreszkál, plusz még mozog, és plusz pontosan egy olyan magatartásformával kapcsolódik, hogy közben csaliként szolgáljon, és bevándoroljon a szájába. Igen, megjelent egy rendkívüli könyv az elmúlt években, a Természet IQ-ja című könyvben, kb. 80 példa van arra, talán az egyik legszemléletesebb példát hagyj idézzem fel. Képzeljünk el egy kelet-ausztráliai homoki lábastyúk nevezetű madárt. Különösképpen nem egy olyan rendkívül szép vagy különleges madár, de egy dologban hihetetlen dolgokra képes. Egy 5 méter átmérőjű gödröt ás, kb. Fél méter mély gödröt a lábával a költési idő elején, kiássa, utána betemeti, behordja ágakkal, galjakkal, levelekkel, megvár egy esőt, az eső átáztatja a leveleket, az ágakat, úgy visszatemeti a földet, és megvárja, amíg elkezd erjedni az ott felhalmozott galj és levél,
és a szájában, csőrjében, nyelvén lévő termosztáttal pontosan megvárja, hogy 34 Celsius fok hőmérsékletű legyen az a bizonyos költődomb, akkor a nőstény berakja a tojását, és ő eltávozik, és a hím 9 hónapon keresztül a következő folyamatot végzi. A tojás nem életképes, csak plusz-minusz 1 Celsius fok hőmérséklet különbsége, tehát 34, 5 vagy 3 hőtartomány között. Hogyha túlságosan felmelegedik a rothadás következtében a költődomb, akkor gyorsan lekaparja róla a homokot, és visszaállítja a hőmérsékletet, mérje szájával. Ha túlságosan kihűl, akkor visszaviszi a homokot, hogy visszajön a hőmérséklete, és 9 hónapig ezt csinálja. Időnként még arra is képes, mert van egy ilyen képessége, hogy az időjárás változásokat előre megérzi, és már előre elkészíti úgy a dombot. Hogyan alakult ki ez a madár? Hogyan lett életképes? Lépcsőzetes átalakulás formában jött létre? Hát akkor ez a bonyolult szokás magatartásforma hogy tartotta életben? Vagy hirtelen mutációval? Melyik madárból, melyik fajból származik? Nem tudjuk. Ez az egy madár, de számos ilyen példát idézhetnénk, a magatartás mechanizmusával, a rendkívül bonyolult, összetett cselekvés formájával. Hol van ennek a gén lenyomata? Ez titok. Egyéb iránt kérdezd meg csak az ég madarait, majd megmondják néked, melyik nem tudja ezek közül, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt. Az Istenről bizonságot tesznek az alkotásai. A Teremtő rendkívül gazdagsággal, szépséggel, és ez csak egy madár. Beszélhetnék a szemfoltos békáról, hogy a hátán két szemfolt megjelenik, hirtelen, amikor jön egy kígyó, akkor hátat fordít neki, a lábát úgy helyezi el, mintha egy veszedelmes ragadozónak lenne a szája, és a karmával pedig egy támadó helyzetet imitál. Ki mondta meg neki, hogy a hátán van szemfolt? Hogy így kell viselkednie? Tükörben nézett, vagy a szomszédtársa mondta meg? És ott van, és működik. Egy ilyen bonyolult szokásmechanizmus plusz ilyen biológiai tényekkel szemfolt, lábak magatartása, stb. Egyszerűen semmiféle nyoma sincs annak, hogy ezekre választ tudnánk nyerni a mai tudomány határain belül. Tehát túlmutatnak ezen. Gondolat, engedj meg, hogy ugye erre mondják azt, hogy ez ösztön. Tehát, hogy a nagy varázsszó, csak most kicsit tréfásan mondom, ez az ösztön. Ugye az állat azért tudja, mert ösztönösen tudja, hogy ezt kell tennie, de azzal, hogy valamit elnevezünk, attól még nem magyaráztuk meg. Tehát attól, hogy azt mondjuk, hogy ennek a madárnak a hím egyede, az tudja, hogy hogyan kell a tojódombot megcsinálni, ösztön, valahogy belekerült, de ugyanennek a hímegyedhez kellett jönnie egy tojónak, amelyik pontosan tudta, hogy neki oda kell tojni, és addigi ösztöneit, most kicsit réfásan mondom, felhagyva, ott kell hagyni a tojást, rábíznia erre a hímegyed, és elmegy onnan. Tehát, hogy milyen véletlen mechanizmus tudnám megmagyarázni azt, hogy ez a két egyed, ez a két ellenkező nemű egyed pontosan összehangolt viselkedést mutat ösztön. Ezt hagyjuk rá, hogy ösztön. Nekem az ösztön azt jelenti, hogy nem tudjuk megmagyarázni. A tudomány keretein belül megmagyarázhatatlan, vagy az evolúció elmetencén belül megmagyarázhatatlan. Nyilván könnyedén megmagyarázható, hogy azt mondjuk, hogy egy értelmes tervezőnek az alkotásait látjuk. Azért ott van az ember szívében valahogy ösztönösen az, hogy rácsodálkozik a természet csodáira, és akkor valami megszületik benne belülről, hogy hát azért ez csak úgy magától nem történhetett meg. Tehát azért ez minden esetre, ez úgy mondom spontán benne van az emberekben, és ezt jó tapasztalni. Nehéz azért megérteni ezt a gondolatmenetet, amikor van egy intelligencia, amely az embernél sokkal magasabb szintű, komplikáltabb, nagyságrendekkel többet tud produkálni ez az intelligencia, és akkor ebből az intelligenciából hiányozna az az önreflexió, amely az emberbe megvan, és az embert ezt teszi végül is személyes, öntudatos, személyes lényé. Ez megint egy ilyen furcsa dolog, ahogy első lépésben furcsa az, hogy mikor elkezdenek vitatkozni velünk a értelmes tervezettséget támasztva, hogy persze hát az emberi produktumoknál ott könnyű megállapítani, hogy mi az értelmes tervezés eredménye.
De hát a természetben nem így van, mert ott ez magától jött létre. Hát ez önmagában egy olyan követhetetlen logika. Szent Györgyi Albert, amikor azt mondta, hogy az élet vizsgálata közben haladunk az alacsonyabb rendű szintre, és egyszer csak a molekulák és az atomok szintjére jutunk, és ezek már élettelenek. Hát kifolyik a kezünk közül, mint a mosoly, ahogy elhal az arcon. Veneciáner Pál pedig azt mondja a Molekuláris Biológia tegnap, ma, holnap című könyvében, az élet keletkezéséről biztosan csak annyit tudunk, hogy egyszer megtörtént. Mert itt van, de hogy hogyan? Már felvetődött sokszor, hogy tudomány, vallás, hol van közöttük a határvonal. Én inkább azt ott húznám meg a határvonalat, nem abban, hogy elfogadni azt, hogy van egy intelligens teremtő, mert ez még a logikus gondolkodással is belátható. A vallás témája, a religiót nézzük, a latin szót, a kapcsolatot, az ott jelentkezik, hogy ezzel az intelligens teremtővel én kapcsolatba tudok-e lépni. Ez már egy tökéletesen más típusú kérdés, és itt már valóban azt lehet mondani, hogy az egyik a tudományra tartozik, a másik a vallás kérdése, hogy a teremtővel én, mint egy egyik oldalról nézve igen magas, másik oldalról nézve igen alacsony intelligenciával felruházott személy, tudok-e kapcsolatba lépni, mik ennek a feltételei. Szóval ez a vallás. De nem az, hogy elfogadom-e azt, hogy a világban intelligens tervezettség van-e. Nem tudom, hogy lehetek-e az ördög ügyvédje kicsit így vissza, hogy beszélgetünk, mert megint kicsit elmentünk az elvontabb következmények felé, de azt ígértük a nézőnek, hogy konkrét tényeket fogunk felhozni. Én akkor most hatáljunk fel a kérdés, hogy mindenki ismeri mutáció. A mi oldalunkon, vagy az értelmes tervező oldaláról nézve, mit tudnak a kreacionisták, tehát az isteni teremtésben hívők felmutatni a mutáció témakörében? Most akkor én kérdezek inkább így, nem tudom, Attila vagy Feri bácsi válaszolnál, aztán is hozzáteszem, amit gondolok erről. Mutációk vannak. Tény. Általában az esetek 99%-ában károsak. Hibás és problémás dolgokat okoznak. Esetenként módosulásokat okoznak ténylegesen, de ahhoz, hogy például mondjuk egy szerv kialakulásához egy mutáció kialakuljon, mutáció sorozat pontosabban, mert ugye az elképzelhetetlen, gondoljuk, hogy mondjuk egy kis csökevényes csontból egyszer csak egy ilyen végtag jön létre. Hát szóval érezzük, hogy ez nevetséges. Olyan számokat és adatokat mondanak a tudósok, hogy a naprendszer becsült életkora 5 egybehangzó mutáció kialakulásához elégtelen. Vagy amikor találkoztam ezzel a jelenséggel, én is nagyon meglepődtem. Egyrészt a Bibliának egy kijelentése rímelt állandóan a fülemben, hogy a harmad és negyed íziglen, ugye ott olvashatjuk a 10 parancsolat második parancsolatában, felfedeztek egy sajátos mechanizmust, úgy nevezik, hogy reparációs mechanizmus, hogyha mondjuk a génállományban egy mutáció jön létre, egy káros mutáció, vagy egy mutáció az egyedben, és mondjuk ez az egyed éli tovább a maga életét, és mondjuk más egyedekkel szaporodási közösségbe lép, akkor 3-4 generáció alatt kitisztítja. Reparálja. Reparálja, reparációs mechanizmus. A másik épgénnel találkozásban az épgén felismeri a hibát, és folyamatosan 3-4 generáció alatt behatárolja, kivágja, és beépíti az egészségeset. Tehát nemhogy inkább a fejlődést, vagy az alakulást pontosabban szolgálná a mutáció, hanem inkább konzervál a természet. Érdekes, a természetben inkább a konzerválás figyelhető meg sem, mint az átalakulás, főképp ilyen nagy léptékű nagyságrendben. Mi ismerjük a gyümölcslégy, vagy muslinca, vagy drozofila kísérleteket, ugye 70-80 éve folyik. Miért lehet őt használni ilyen dolgokra? Mert néhány nap alatt jönnek a generációk, tehát apa, fiú és így az egyedeket, néhány nap szükséges, ugye embernél 30 év, 20 év, attól függ, hogy kiről van szó, más állatfajnál, amik elefántnál még több évtizedről van szó, tehát ahhoz, hogy egy újabb nemzedék jöjjön, évtizedekig kell várni. Tehát az a tudós, aki mondjuk elefántokon szeretné a mutációk hatását vizsgálni, annak a tudósnak kéne több száz éven keresztül
egyszerűen nyomon követhesse, vagy több ezer éven keresztül. Na most a gyümölcslégynél, vagy musnicánál ez a komfortosság megvan, hogy néhány nap alatt jönnek a generációk. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk az elmúlt 70 évben, ha jól emlékszem, 3-4 ezer generációt sikerült megfigyelni és manipulálni. Most gondoljuk el, hogy ha mondjuk az embert figyeljük, mint fajt, a 3-4 ezer generáció hány tízezer, százezer évet igényelne, hogy lezajlódjon. Ebben a 70-80 évben a musnicákat könnyen meg lehetett figyelni. Mindenféle behatással próbálták manipulálni az újabb nemzedéket. Radioaktív sugárzás, hő, kémiai anyagok, és amit csak el tudunk képzelni. És ugye figyelték, hogy milyen mutánsok jelennek meg. Itt nem elméletekről van szó, itt kőkemény tényeket teszünk most az asztalra. Az elmúlt 80 évben a több mint 3000 drozofila generációban egyetlen egy olyan mutáció nem jelent meg, több mint 3000 generáció, amelyik új fajt hozott volna létre, sőt, ahogy Attila mondta, a mutációknak a döntő többsége, 90%, valami ilyesmi. Szinte mindegy. Igen, döntő többsége abszolút halálos, és amelyik életben maradt, az pedig káros volt. Tehát úgy tűnik, hogy amikor hangsúlyozzuk a mutáció evolúcióban játszott szerepét, akkor tények nélkül maradunk. Hol vannak a tények, hol vannak a megismételhető, vagy egyáltalán produkálható tudományos ismeretek ezzel kapcsolatban. A gyümölcslegyekkel végzett kutatások alapján inkább azt mondhatjuk, hogy mutációk, előnyös mutációk, fajt továbbvívő mutációk egy újabb faj felé csökönyösen nem jelennek meg. Az itt persze már belekaptunk egy egész más, egy nagyon érdekes témába, ez pedig a világegyetem kora. Ugye beszéltünk, hogy nem nagy bumba gondolkozunk, hanem nagy legyenben, hogy ez mennyi ideje történt, hogy valóban ezek a milliárd évek, amelyekről szó esik, hogy ezek mennyire megalapozott elképzelések. Csak hogy még érthetőbb legyen, ugye a gondolat kapcsolódás az itt, hogyha a drozofiláknál a 3500 generációhoz olyan 80 év kellett, és nem volt elég egy pozitív előmutató változáshoz, akkor a hosszabb reprodukciós idejű élőlényeknél sokkal hosszabb idő kell. Tehát, hogy a drozofilánál 3500 generációig kell várnom, hogy valami megjelenjen, és akkor sem még meg semmi, akkor, hogyha minden egyes állatfajnál várakozom, tehát kellő 30 ideig, 30-szor ennyi körülbelül, 30-szor, és összeadom ezt az időt, akkor az jön ki, hogy a tudomány, az evolúciós, a tudomány egy másik területről, a geológiából, vagy a földtanból, vagy a világegyetemmel foglalkozó tudomány részből jövő adatok azt mondják, hogy az eddigi becsült ideje, eddig becsült kora az univerzumnak nem elegendő arra, hogy ezek a mutációk elegendő időt kaptak volna. Tehát itt megint csak egy olyan tény problematikához érünk, ami eléggé elbizonytaníthatja az evolúció hipotézisét. A másik oldalról, ha a geológiai vagy paleontológiai leleteket nézzük, ott az derül ki, hogy feltételezik, hogy 500 millió évvel ezelőtt már egy nagyon kialakult élővilág volt, és az az idő, ami alatt a egy sejttől el lehetett volna ehhez jutni, az egyre inkább szűkül. Úgyhogy itt az időfaktorral is óriási problémák vannak. Kezemben tartok egy könyvet, kb. 10-15 éve jelent meg Robert Gentrynek a Creation's Tiny Mystery című könyve. Óriási hatást váltott ki, a mai napig megoldatlan kérdést feszeget. Ugye itt látunk ilyen gömbudvart, vagy paleokrorikus... Fényudvarok, vagy fényudvarok is. Paleokrorikus gyűrűket, fényudvarokat, igen, ilyen gömbhészerű alakulatokat a gránitokban. Ez a tudós ugyanis a Föld szinte minden részéről gránitokat gyűjtött, a gránit az egyik legősibb kőzet, és hihetetlen dolgot talált bennük, ilyen fényudvarokat, de milliárdnyi számra. Mindenféle fajtákat, itt a könyvében sokféle fénykép jelenik meg, gyönyörűbbnél gyönyörűbb felvételek, színes felvételek, és az a következtetés, hogy olyan anyagoknak a nyomai ezek, bizonyos polóniumoknak, 218-214-es polóniumnak a nyomai, amelyek anyaelem nélkül, uránium nélkül ott születtek és haltak el.
a felezési idejük következtében ugye szépen, ahogy feleződtek, bizonyos sugárzást bocsátottak ki, és ezek a bizonyos gömböcskék úgy jöttek létre, hogy az a bizonyos típusú sugárzás bizonyos roncsolást végzett a kőzetben, és ilyen gyönyörű lenyomatot őrzött, amit hogyha ketté metszünk, vagy lecsiszolunk, akkor láthatjuk, mint egy gyönyörű, szemléletes, koncentrikus gömbhalmazt. És azért érdekes ez, mert amikor megvizsgálta, hogy milyen anyagok lehetnek ezek, akkor azt találta, hogy többek között polónium 218, amelynek a felezési ideje csupán 3 perc, és a 30 perc alatt teljesen elbomlik, 100%-osan ez az a bizonyos polónium. De talált polónium 214-es elszíneződést, amelynek a felezési ideje csupán 0,164 százezred másodperc. Ugye semmi ilyen természeti folyamat ma nem ismert, amely ilyen gyors lehűlésre és megszilárdulásra készítette volna a gránitot. Tudnilik. Ez az elem, hogyha benne volt a gránitban, csak akkor hagy nyomot, ilyen nyomot, ha szilárd a gránit. Ha folyékony, akkor nem. Akkor egészen más típusú nyomot hagy, vagy nyomtalan. Tehát 0,164 százezred másodpercnél rövidebb idő alatt kellett megszilárdulnia a gránitnak, ellentmondva a folyékony földkőzet kialakulási elmélettel, hogy nyomot hagyjon benne a polónium 214. Rengeteg kutatóintézetnek elküldte, a könyv fele erről szól, ott vannak a levelek, a dokumentumok benne, ezeket a vizsgálatokat, senki nem tudja megcáfolni, nem illik bele az evolúciós elméletbe, agyon hallgatták egy idő múlva, pedig a tény itt van, és a Föld minden területén lévő gránitban bárki, önök is, vagy aki ért hozzá is van ilyen eszköze, csiszolatot készíthet, és ott vannak benne ezek a bizonyos fényudvarok. Talán még ide a Gentry történethez. Azért nagyon fontos az ő története, mert emlékszünk, hogy Amerika volt egy híres per, ahol arról volt szó, hogy a tananyagba beemelhető-e, tanítható-e az evolúció alternatívájaként. Nem is egy per, ez állandóan több, visszatérő igen. téma. Na most a leghíresebb perek egyikénél ugye fel van, ugye Amerikában nyilvánvalóan ezt bírósági perrel oldják meg ezt a kérdést, és felvonultatta mind a két oldal a lehető legnevesebb tudósokat. Nagyon érdekes végigolvasni, hogy ki milyen témákkal jött elő, de a Gentrynél az az érdekesség van, hogy maguk az evolúció pártján álló tudósok azt mondták, hogy ő az egyike annak a három tudósnak, akik olyan érveket tettek le az asztalra, az evolúció kutatók asztalára, amelyek abszolút egyértelműen és erősen beszélnek az evolúció ellen. Valóban, ahogy Attila mondta, az, hogy 3 percnél rövidebb idő alatt minden gránitnak már úgy kellett lennie, ahogy van, ez nem azt mutatja, hogy milliókon keresztül lassan lehűl ez a magma, és abból formálnak a sziklák, a gránitok, hanem az Isten mondta, és a szájnak a leheletéből lett. Tehát egy megint nem arról van szó, hogy a Bibliából kiolvasunk dolgokat, és azt rá akarjuk húzni, és tudománynak akarjuk nevezni, hanem a Bibliát ebben az esetben most a tudomány szemszögéből kicsit félretéve a tudományos tényeket kezdjük el vizsgálni, és a természet azt mondja, hogy igen, nem lehet az, hogy hosszú időn keresztül lassan kialakulnak a dolgok, hanem egy pillanat alatt úgy van, ahogy az ebben a ahogy ma is látható. És mellesleg ez a Bibliát támasztja alá. Ezt csak azért mondom el, mert gyakran azzal az érvel söplik le ezt az elméletet az asztalról, hogy persze jönnek a vallásoskodók, és a tudománynak az állarcában próbálnak itt behatolni. Nem erről van szó. Én csak azt szeretnénk elérni, hogy megint csak ismétlem magamat, hogy fair módon, becsületes módon minden tény tegyük le az asztalra, és bízzuk rá a gondolkodó emberekre, az egyes emberekre, hogy ők ilyen tények alapján mit tartanak valószínűleg. Szó esett arról, hogy vannak bizonyos rendszerek, amelyek tovább nem egyszerűsíthetők, és Attila, ha jól tudom, te készültél egy nagyon meggyőző és egyszerűen fölfogható ábrával, hogyha ezt bemutatnád, meg elmagyaráznád. Michael Behe a Darwin Fekete Doboza című könyvében, ami az elmúlt évtized egyik legfontosabb könyve az egész kérdéskörben. És amely szerencsére már magyarul is elolvasható. Igen, igen, megtalálható itt. Azt írja, idézi Darwinnak azt a híres kijelentését, amit a Fajok eredete című könyvében maga írt, azt mondta, ha létezik olyan komplex szerv, hogyha bebizonyítható, hogy létezik olyan komplex szerv, amely számtalan, nem egymást követő folyamat lépcsőfokán alakult ki, hanem tovább nem egyszerűsíthetően komplex,
akkor az én elméletem teljesen összeomlana. És ő erre a darwini mondatra építi fel a könyvének a logikáját, és logikus, amit mond Darwin is, mert hogyha tényleg nem lépcsőzetesen alakult volna ki mondjuk egy szerv, hanem tovább nem egyszerűsíthetően bonyolult, akkor az csak úgy működik, és másképp nem. És ennek szellemeztetésére egy egérfogót mutat be. Öt részből áll, csappantyú, rugó, tartórúd, csapdanyelv, alaplap. Ha bármelyiket kiveszem, akkor nem működik. Arról ne is beszéljünk, hogy az alaplap nem lehet papírból. Hogy nem lehet hajszárugó ez a csapdanyelv. Mert ezeknek mind megvannak az anyag, forma viszonyrendszerei, de ezt most ne felejtsük el, pusztán csak nézzük magát a rendszert. Ez a rendszer tovább nem egyszerűsíthetően komplex. Nem tudok mit elvenni belőle, hogy működjön. Csak akkor működik, ha ilyen. És a könyvében számos folyamatot ír le. Az ostorosoknak a kis ostorát, a csilló működésének a mechanizmusát. Egy rendkívül bonyolult, fehérje, komplex anyagok működésének a összetételét, ahogy azt mozgatják. Egy sav meghajtású rotációs motorhoz hasonlítja, de az csak egy típusú mozgást tud kihozni magából. A csilló azt tud hullámzani, és tud körkörös mozgást végezni, és tudja magának irányítani a összehangolt folyamatot. És azt mondja, ez egy tovább nem egyszerűsíthető komplex rendszer, mert hogyha bármit elvennék belőle, az egész nem működik. Aztán mond egy másik példát, ami nagyon szemléletes. Azt mondja, a sejtben van egy úgynevezett kis szemétzsák, lizoszómának hívják, egy olyan kis üregecske, amiben a sejt a törmelékeit, az anyag törmelékeit, molekula törmelékeit odaszállítja, és ott raktározza, illetve lebontja. Ez olyan, mintha például mondjuk Budapestről Győrbe szeretnék elszállítani egy csomagot, egy árut, ahhoz kell egy autó, kell egy út, kell egy menetlevél, kell egy sofőr, kell egy raktár, ahol elviszem, kell, ahol onnan elviszik a következő helyre, vagy lebontják, és így tovább. És azt mondja, hogy ha én bármelyik elemét ennek megsemmisítem, tehát kilukasztom a gumikerekét, vagy nincs sofőr, vagy nincs út, az egész nem működik. És azt mondja, hogy a sejtben lévő úgynevezett transport folyamatok, vagyis vezet átszállítási folyamatok, ilyen tovább nem egyszerűsíthetően bonyolult rendszerek, és el is mond a könyvében egy példát, az úgynevezett I-sejt betegséget, amivel azt illusztrálja, hogy egy olyan gyermek például, amely gyermek sejtjében ez a lizoszóma nem tudja lebontani a törmeléket, akkor újabb lizoszómát hoz létre, azt is feltölti, azt se tudja lebontani, egy harmadikat, és az egész sejt felduzzad, megduzzad, és végül az ember meghal. Tehát ez nem csak egy elmélet, ez egy tény, hogy ha bármi nem működik ebben a folyamat, rendkívül bonyolult folyamatban, leírja a biokémiai elemekkel is, akkor az egész összeomlik. És ezt ezért írja a könyvében, ezt a mondatot, ezt azért hagyj idézzem fel. Azt mondja, Darwinnak a sejt egy fekete doboz volt. Annak belső működési folyamatai tökéletesen rejtélyesek voltak számára. Most a fekete dobozt felnyitottuk, és tudjuk, hogyan működik. Alkalmazva a Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejtszintű rendszerek ultrakomplexitású világára, amelyet az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel, kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes összeomlás állapotában van. Tehát Darwin nem látott bele a sejtbe, belátunk, és tele van ilyen bonyolult működésekkel. A véralvadás mechanizmus, a fehérje szintézis mechanizmusa, az immunrendszer rendkívül komplex felépítése, és így tovább, és így tovább. Tehát Darwin mondatát, ha komolyan vesszük, a saját mondata ölte meg az elméletét, hogy így mondjam. Ha ez ilyen egyértelmű, és mára úgy érzem, aki ezt komolyan becsülettel vizsgálja, annak egyértelmű, miért nem fogadják el? Ő azt mondja a könyvében, hogy ez olyan felfedezés, és olyan horderejű felfedezés, hogy mindenhol a tervezettség nyoma van a természetben, hogyha kiáltják, hogyha Newton felfedezése, Lavoisier és Schrödinger felfedezésével vetekszik ez a felfedezés, hogy nem pukkannak a pezsgős dugók. Hogy nem ünneplik, hogy felfedeztük, hogy a élővilág mögött tervezettség van. És ő erre azt válaszolja a könyvében, hát valószínűleg azért, mert mint az elefánt egyik oldalán az van felírva, hogy tervezettség, a másik oldalán az a felirat olvasható, hogy Isten. Kollégámmal beszélgettünk erről a kérdésről, és azt mondta, hogy hát itt csak egy a nagy probléma,
ha nem az evolúció igaz, hanem a teremtés, akkor én nem fekhetek le azzal a nővel, akivel éppen kedvem tartja. Elég pragmatikus következtetés. De logikus. Logikus, így van, igen. Pontosan. Na mert hogyha teremtés van, hát akkor ennek bizony, és pláne hogyha az a teremtő Isten, hát akkor a teremtett lény magatartásának vannak szabályok is, amit nem a lény maga határozza meg. És ez is egy érdekes törvényszerűség, akár a Bibliában is, hogy a természeti törvények és a lelki és erkölcsi törvények így összeszövődnek. Maga Jézus a tanításaiban ezt alkalmazta. Nem véletlenül mondta azt, hogy megnyitom számat példázatokra, és kitárom azokat, amik a világ megalapítása óta rejtve voltak, és amikor beszélt az ellenség szeretetről, akkor a napfényre mutatott, az esőre. Személyválogatás nélkül adja az áldást. És így tovább, a madarakra, a fűre, a gabonára, a pásztorra, a nyájra, mind mögött van egy erkölcsi üzenet, így sugározza az erkölcsi üzenetet a természet világa is. Ezért mondja a római levélben Pál apostol, hogy ami Isten felől tudható, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható, úgyhogy ők védhetetlenek, mondja azoknak, akik nem fogadják ezt el. Úgyhogy így a következményekről beszélünk. Manapság egyre inkább előtérbe kerül az emberi méltóság problémája. És ha az ember meggondolja azt, hogy egy emberi szervezet milyen, akkor ezt le kell borulnia a csodálattól. És nyilvánvaló az, hogy egy ilyen csodálatos struktúrának, mint az ember, méltósága van, értéke van. Viszont ha csak a természetnek egy véletlen produktum, akkor ez kit érdekel? Hát ez. Hol van annak a méltósága, ami a természet véletlen produktuma? Még talán arra a kérdésre reflektálnék, amit Attila kérdezett, hogy hogyha ennyire kiáltanak a tények amellett, hogy értelmes tervező van, akkor hogy lehet az, hogy ezek nem hatolnak be a tudományos folyamatokba, nem hatolnak be a tantermekbe, nem halljuk ezeket a dolgokat? És hát megint csak Gentry-re fogok visszahivatkozni, pontosan az ő, ami vele történt, ugye hatalmas felfedezést tesz, tényleg korszakalkotó, hogy a gránitokban ott vannak ezek a polónium 218-as bomlásnak a termékei, ezek a fényudvarok, amelyek bizonyítják, hogy nem hosszú időn keresztül volt a kiülés, hanem egy pillanat alatt már a gránit úgy volt, ahogy ma is van. És mi lett a sors ennek a tudósnak? Az lett a sors, hogy amíg eddig a felfedezésig eljutott, addig vezető kutatóintézetben alapítványi pénzen dolgozhatott. És a könyvében leírja azt, hogy amiután próbálta publikálni az eredményeit, egy ilyen, hogy mondjam, kontraszelekció, kiszelektálás valósult meg vele szemben. Nem engedték, hogy publikáljon vezető lapokban. Aztán az ösztöndíj is valahogy kifogyott, és a végén egy mentsége volt, hogy el tudott menni a Teremtés Kutatóintézetbe dolgozni, ott befogadták. De hogy éreznünk kell, hogy egy hatalmas védő mechanizmus működik, a vezető tudomány, vagy ha mondjuk az evolúciónál az erősebb, ugye megeszi a gyengébbet, vagy kiközösíti a gyengébbet, ebben az erőviszonyok így állnak föl. Ugyanezt történt, itt van előttem Cremo és Thomsonnak az esete, akik régészek, és ők nem tettek mást, ugye, mert volt is arra szó, hogy hát mi van ezekkel a geológiai korokkal, különböző rétegekkel. Nem tettek mást, mint eredeti régészeti naplókat gyűjtöttek össze, vagy pontosan elemeztek, és leírták azt, hogy az adott régész a naplójából, vagy a jegyzőkönyvből mi volt az, amit a hivatalos tudományos iratokban megjelentetett, milyen leleteket, és mi volt az, amit ő maga szelektált ki, hogyha ezt megírom, akkor hitelképtelennek fogok tűnni. Itt van előttem egy ilyen rajz erről, hogy például ugye azt gondoljuk, hogy, vagy hát gondolja az evolúció hipotézisét vallók tábora, hogy körülbelül 100 millió és 1 milliárd év között hát megjelentek az első halak, első emlősök, első madarak, első dinoszauruszok, és majd csak jóval-jóval később az első ember, és ugye ezt támasztják alá a leletek, az adott csontmaradványok, vagy mindenféle fosszíliák. Ugyanakkor elhallgatják azt, hogy ebből a geológiai rétegből vasedény, cipőnyom, emberi lámnyom, aranylánc, fémcső, vésett fémes gömb. Tehát, hogy ezek benne vannak a régészeti naplókban, de a régész, aki ugye az evolúcionista vezető tudományág iskoláján nőtt föl, nem kockáztathatta az a pénzeit, az ő támogatását azzal, hogy ilyen
sületlenségnek látszó lelet tényeket tár föl. De a becsületesség azt kívánja, hogy megint a tények szintjén maradjunk, hogy vagy nem igaz az, hogy vannak évmilliók vagy százmilliókat meghatározó rétegek a geológiában vagy a földtörténetben, vagy ha igaz, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy mondjuk 800 millió évvel ezelőtt miért van cipőnyom vagy vasedény abban a rétegben. Akkor vagy az ember 800 millió éves, ami megint csak nonsens az evolúció szempontjából, vagy pedig újra kell gondolni teljes egészében ezeket az úgynevezett geológiai rétegeket. Ez azt akarom mondani, hogy amit mi tény szintjén a zsigereinkbe vettük az általános iskolában, például ezeket, hogy föltörténeti korok, ezeket senki nem kérdőjelezte meg. Itt az idő, hogy a tényeknek a nyomása hatására legyen bátorsága a tudománynak, a társadalomnak arra, hogy szembenézzünk és bízzunk az emberre azt, hogy ő hogyan dönt. Sokszor ilyen vagdalkozások, sértegetések, vagy hogy is mondjam, nagyotmondásokkal sértegeti az egyik fél a másikat. Én szerintem ez nem méltó magához a témához, de egyet jelez, hogy nem tudnak és nem tudunk, vagy nem jött még el az az idő, hogy higgadtan a tudomány lehessen, a tények lehessenek. Volt egy pozitivizmusnak nevezett meg, van állítólag egy irányzat, gondolkodás irányzat, nem sok köze van a valósághoz, de hát hogy a pozitívumok legalább vannak, hogy ez a pohár itt van, vagy ez a betű itt van, vagy az a homoki lábastyúk csak itt van, nem? És működik az a homoki lábastyúk, és a szemem is működik, és az agy működik, erről alig tudunk valamit. Ezek csodák. Egy sejt. Crick, Watson azt mondják a nagy művükben, a biokémia könyvükben, ahogy olvastam, hogy azt mondják, ilyen merészen mondja az egyikük, hogy megkockáztatom azt az állítást, hogy soha senki nem lesz képes leírni egy sejtben végben biokémiai folyamatokat. Olyan hihetetlenül bonyolult, nincs az az ember, aki átlássa. És mi olyan nagyvonalúan teszünk kijelentéseket. Emlékszem, amikor, bocsánat, Csányi Vilmosnak olvastam az egyik mondatát a könyvében. Azt mondja, hogy olyan megnyerő az evolúciós elmélet, nem szó szerint, hanem lényeg szerint idézem, hogy eljött talán az idő, hogy megfontolásra méltó a gondolat, hogy az egész élet minden területére kiterjesszük az evolúciós gondolatot. Nagyon vonzónak tűnik, és rendkívül frappáns, és olyan nagyot mondó. És hogy beszéltük, ez nagyon sok, következett már elég. Technoszférára, világ kialakulására, élet, ember kialakulására, művészet értékelés, társadalmi folyamatokra, marxizmus megtette a politikai fejlődés elméletében, az etikára, gondolatmutációk, eszmék hibridizálása és egyebek. És a versenyképes legyen életképes, neki van igaza. Az erős legyen erős, ha akar háborút indítson. És menjenek az akciófilmek, az erős erősítése, gyenge. Hát a szexel is olyan, hát eszünk, iszunk, szexelünk. Az eredmény nem probléma, hogy összeomlik a társadalom. És mivel az ember ura a természetnek, nem a természet törvényei uralják őt, és aki alkotta, azt csinálok a természettel, amit akarok. Nézzük meg az eredményt, ökológiai katasztrófa. Tehát mindegyik szemlélet mögött van egy valóság. Egy gyümölcs. Jézus azt mondta, a gyümölcseikről ismeritek meg. Én úgy szoktam érzékeltetni ezt a diákjaimnak, vagy az előadásaim hallgatóinak, hogy nem kell ehhez semmi bonyolult látásmód. Az evolúció tutaján az erősek, ami mondjuk háborogó tengeren helyezkedik el, az erősek középen vannak, a biztos helyeket keresik, ha gyengéket kiszorítják a szélére, pusztuljon a férgese. A kereszténység vagy a Biblia tutaján az erősek a szélen vannak, és összefogják az erőiket, hogy középen a gyengéket megvédjék. Ez két világlátás, kibékíthetetlen ellentét ez, és itt nem arról van szó, hogy valami mondva csinált háborúságot csináljunk, egyik mögött van egy megvalósult életszemlélet, egy versenyközpontú önzés, aminek az eredményét itt látjuk az életünkben. A másik mögött pedig van egy teremtő szeretet, egy gondoskodás, a másikért érzett felelősségtudat és egy önzetlenség. Szóval két világlátás ütközik itt, és szerintem a dolog lényege itt van. Ide illik talán ez a néhány mondat, amit Beck Mihály a Tudomány, Áltudomány című könyvében fogalmazott meg, akadémiai kiadású könyv. Ezt azért mondom, mert ezek szerint egy akadémiai szintű
tudományosságnál ez az igény a becsületesség szintjén megvan, kimondva megvan. Az más kérdés, hogy a gyakorlatban ez hogy valósul meg, ő ezt mondja. A tudósoknak igen nagy a felelőssége a teljesen megalapozatlan, illetve vagy csak kevéssé valószínű spekulációk nyilvánosságra hozatalában. Ez nem jelenti azt, hogy nem szabad valószínűtlen hipotéziseket közölni, ez nyilvánvalóan gátja lenne a tudományos fejlődésnek. De egyértelműen ki kell, hogy tűnjön, hogy meddig terjed a tény, a valószínű következtetés, a lehetséges, de valószínűtlen magyarázat, és mi az, ami egyértelműen lehetetlen. Én ilyen könyvek után vágyom, megmondom őszintén, a tankönyvek iránt, után biológia, fizika, kémia, földrajz. Tűnjenek a határok elő. Szerintem ez emberi becsületesség, és a gondolkodás becsületességének az igénye, hogy ezt igényelhetjük. Tudom, hogy ez is egy furcsa dolog, hogy Magyarországon ez a kérdés nem igény jelen pillanatban, úgy igazán társadalmi igényként. Én úgy érzem, hogy valami nagy baj történt a mi népünkkel amellett, hogy életmódban is katasztrofális az állapotunk, a családi élet válsága is katasztrofális Magyarországon, de azt kell mondanunk, a gondolkodás is katasztrófában van, mert elemi szinten nem igényeljük ezt a jogunkat, hogy lássuk egy könyvben ez a tény, ezek az elméletek, amelyek próbálják ezt a tényt magyarázni, és legyen meg a diáknak vagy a felnőtt embernek a joga, hogy azt mondja, én döntök közöttük, és nem keverem a dolgokat össze, és nem tényként közlöm az elméleteket, mint a tankönyvek tele vannak ilyenekkel. Még emlékszem rá, engem annyira megdöbbentett általános iskolában, amikor készültünk a tanításra, azt mondta a tanára, meg olvastam is a tanmenetekben, meg a minisztériumi utasításokban, hogy a gyerekeknek általános iskolában nem közölhetünk hipotéziseket. Mert a gyerek arra nem képes felfogni, magyarul, nem gondolkodhat. Én azt mondtam a gyerekeknek, amikor tanítottam a középiskolában, vagy általános iskolában, mondjuk a művészet őskorszakáról, hogy gyerekek, van 3-4 elmélet. Gondolkodjatok. És döntsetek behatásotok szerint. Én szerintem idáig el kéne jutnunk, nem azért, hogy én ebben példát mutattam, csak én egyszerűen nem tudtam másképp elképzelni az értelmes oktatást, és ma sem tudom másképp elképzelni, mert ehhez joga van egy gondolkodó embernek, és a diáknak is joga van, a gyereknek. Különben nem gondolkodó gyerek lesz, és mechanikusan felmondja majd a szülei meg a tanárai nem végig gondolt véleményét, aminek az eredménye egy emberi torzlény valahol. És sajnos ennek látjuk a millió nyomát magunk körül. A munkacsoportunknak az egyik fontos kérdés az, hogy becsületesen elérhetővé tenni információkat a tények szintjén. És aztán ezekkel a tényekkel az olvasó, az internetező, nem tudom, az eladások hallgatói mit kezdenek, az rájuk van bízva. Akár evolúciós tudós, akár kreacionista, egy a fontos, hogy a tényeket becsületesen közölje, és aztán mondja el, hogy így értelmezi, ez az értelmezés, egy más így értelmezés, és a hallgató eldöntheti, hogy mit szeretne, akármilyen életkorú. Egészen az kisiskolától kezdve egyetemig ez lenne a fair hozzáállás, és ezen próbálkozunk mi is, ezen iparkozunk is. Köszönöm ezt az újabb beszélgetést, és remélem, sőt szinte biztos vagyok benne, hogy sikerült nézőkben, laikusokban úgymond, vagy szakmabeliekben föltámasztani azt az igényt, hogy jobban utána nézen a tényeknek, jobban utána nézen annak, hogy igazából mi mentén élt eddig az életét, és azt hiszem, hogy ez a mostani beszélgetésünk ehhez hozzájárult, és reméljük ennek folytatása lesz olyan módon, hogy betelefonálnak az adott telefonszámra, vagy e-mail címre, és mindenképpen lesz reakció az itt elhangzottakra. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm.